Kozák Béla vas csoda alkotásaiból nyílt kiállítása közelmúltban a Gyáli Közházban. Az alkotó, amit tud, meghegeszt, mivel elmondása szerint látja a vasat, abból szobrot is készít. Az alkotásokhoz a Mezőtúrtól Kecskemétig beszerzett alapanyagok, motor- és autóalkatrészek adják az alapot. A kiállított tárgyakat lézeres és háztartási hulladékból készíti a fémszobrász. Lapátmadarakat csináltam, aztán az olyan nagy sikert tartott Mezőtúron, aztán, amit végül is tudok hegeszteni, abból mindenből is szobrot csinálok, vagy legalábbis próbálkozom vele. Hogy kész egy alkotás? Hát ugye mindig azt szoktam mondani, hogy látom a vasat, tehát az adott tárgy, vagy az adott forma adja azt, hogy miből mi készül. Hát aztán persze sok-sok hozzátevője van még, sok lézeres hulladék, meg háztartási hulladékból dolgozik, tehát fém hulladékból, aztán az így kialakul. Milyen típusú fémeket használ föl? Kötött ez az én részemről, vagy a CO-val hegeztem, és ugye vassal dolgozom, hát alumíniumot nem igen szoktam használni. Rézzel vannak olyan szobraim, amit rézzel tudok futtatni, tehát lánggal megmelegítem, és akkor rézzel tudom futtatni. De én úgy hívom ezeket a szobrokat, egy ilyen művészi szobrok, és akkor azokat csinálom úgy meg, de egyébként mind vas hulladék, tehát ez, amit hegeszteni tudok. Tehát én nem vagyok kovács, nem kovácsolom őket, hanem én ugye felhasználok minden olyan fém hulladékot, amit be tudok építeni a szoborba. Mi a kérdés, hogy van az alapanyag? Hát az alapanyag az egy nagyon jó, nagyon sok ismerős barát hozza, sőt, már olyan is volt, hogy bedobálják a kapun, és akkor ismeretlenek, nem tudom, hogy ki hozta, de kitől kaptam, de beépítettem, és akkor azt megköszöntem ott Mezőtúrnak. Aztán Kecskemétre járok le, ott egy nagy hatalmas lomos piac, és akkor már ismerik a művészt, hogy mi kell neki, és akkor ott tudok vásárolni sok mindent. Mezőtúron vannak ilyen lézeres gépekkel vágnak hulladékokat, és akkor azt tudom hasznosítani. Meg végül is ilyen mindenfelől, tehát van benne kis motoralkatrész is, van autóalkatrész is, tehát ilyen vegyes felhozatal. Ha megnézzünk ezeken az alkotásokon, mindenik mond valamit, tehát valami kisugároz maga az alkotás. Igen, én ugye természetjáró ember vagyok, én imádom az állatokat, tehát szeretem megcsinálni a szürkegém, gólyasas, baglyok, tehát ez látható is majd. Igazándiból persze én próbálom, vagy hát igyekszem azokat a dolgokat úgy megcsinálni, hogy az úgy felismerhető legyen. Tehát szeretem addig tekerni az agyamat, még az olyan tényleg olyan, na, ez ugye mindenki más is megismer. Aztán van, amit az imént is említettem, hogy ugye művészkedek, akkor van már egy picit elvon dolgaim is. De én is azt úgy gondolom, hogy azok is felismerhetőek, tehát de szeretek azért úgy elkalandozni. Tehát én úgy gondolom, minden művésznek van egy ilyen kis kalandozásos dolog az életében. Kozák Béla kiállítását időközben Szarvason és Szentendrén is megtekinthették az érdeklődők.